Sors Tamás paralimpiai úszónk Londonban is aranyat nyert, a világcsúcs tartó többszörös világ és Európa bajnok sportoló a döntőben 59-54-et úszott, amivel Peking után begyűjtötte második paralimpiai elsőségét is 100 pillangon. Tudósítónk Norsis Niki kérdezte Tamást. Milyen érzés volt úszni ma? De komolyan, mit éreztél? Igazából érdekes volt, nehéz volt tényleg. Az idővel viszont nem vagyok megelégedve. Az jobbat vártam, és azt hiszem, hogy világcsúccsal lehet megnyerni ezt a 100 méter pillangót, de jó érzés volt. Igazából láttam úszás közben, hogy hol vannak, hol jönnek. Láttam, hogy az úszra a gyerek a végén már nagyon közelített, de próbáltam, és végül sikerült. Könnyebb először paralimpiai bajnoknak lenni, mint egyébként megtartani ezt a címet? Abszolút könnyebb, igen. Én is úgy éreztem, hogy sokkal nehezebb volt most ez, pedig nem is volt jobb az idő, de mégis sokkal nehezebb volt. Igazából tényleg lelkileg volt nehéz, nem is fizikailag. A teher leszelt, és akkor az érzelmek meg felszabadultak ott a dobogon? Igen, abszolút nagyon jó volt, abszolút érdekes volt, teljesen más. Sokkal érzékenyebb, sokkal jobban lelkileg megérintett most ez a második himnusz, mint az első, ami Pekingben volt, de tényleg nagyon örülök neki, hogy ez ennyire jól sikerült, és hogy most még itt van a maradék 5 számom, és örülök tényleg, hogy ami legfontosabb volt, az lement, és most csináltam a többit. Gondolom, hogy a szurkolók szeretete is új erőt adhat, meg attól is tovább szárnyalhatsz. Nagyon sok SMS jött, már sok volt a hívás? Igen, rengeteg üzenetet kaptam, ez is nagyon jól esett tényleg. Meg a szurkoló tábor is itt a stadionban nagyon-nagyon nagy volt. Rengeteg ember volt itt még ilyen késő este is a döntőben, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt, hogy ennyien szurkolnak, ennyien szorítanak. És igazából föl sem mertem nézni a döntő előtt a stadionra, vagyis a lelátóra, mert annyi ember volt, hogy csak megijedtem volna tőlük szerintem.